Szevasztok, megyünk tovább, második rész, ezúttal a liga aljára tekintsünk. De aki bárki power rankingot ír, teljesen elfelről, két dolog biztos benne, alsó két helyezett, mindenkinél a Detroit és a Houston. Úgyhogy nálam is teljesen egyértelmű, hogy ezek vannak az alján, mint mindenkinél, és akkor a Detroitról beszélgessünk, most egy másik részét fogjuk meg a számegyenesnek a tegnapi tampát követően. Mert hogy amellett, hogy ezért beírtuk, jó, a Detroit azért nem túlságosan jó erőt képvisel mostanában, azért vannak feladatok. Új időszámítást kezdődött, ugye Brett Holmes general manager kinevezték, aki szerintem nagyon szívesen átugorna ezt az évet, hogy most ugye összerakta, jó, elkezdjük, de valójában a pályán lesz a legnehezebb, és hogyha ez a szezon lemegy úgy, ahogy gondoljuk, akkor utána lehet igazából elkezdeni a minőségi munkát de ez nem azt jelenti, hogy ez teljes mértékben tét nélküli lenne ez a szezon, mert bár ha a csapat bármilyen rosszul is szerepel, az a hosszú távú tervben, amit itt Brett Holmes kigondolt a fejében, valószínűleg egy, egy kalkulált dolog és nem olyan nagy probléma, vannak olyan szereplők, akiknek probléma, ha most nem megy jól a szekér, és hát már pedig úgy néz ki, hogy nem lesz könnyű ezt a, ezt a zekereket jó irányba megtolni. Az első számú feladat az az, hogy egy Dan Campbellről, az új vezetőedzőről, korábbi saints Titan edző és seg, a vezetőedzői segéd, nem tudom mi, az assistant head coach, így mondják, tehát ő itteni vezetőedzőként, majd mutasson valamit, bizonyítsa be, hogy az a sztereotípia, amit ugye a kezdő sajtótájékozaton beállított magáról, az nem igaz. Tehát az, hogy ő azért jobban ért hozzá, és nem csak ilyen rá, -rá hanem a, tényleg lássunk tőle olyat, hogy ő mitől tud extrát nyújtani, mint vezetőedző. És hát ez kérdéses, hogy ez egyáltalán meg tud-e valósulni egy ilyen játékos állománya, bár ugye elsősorban az volt így a hívó szava, hogy ő az, aki így összerántja ezt az egész egységet, függetlenül attól, hogy éppen milyen játékerőt képviselnek, és ő elsősorban így egy ilyen átfogó menedzseri szerepkört tölt be, magáért a játékhívásokért, meg ugye a képzésért, Ott van külön pozíciós edzők, ugye itt vannak Aaron Glenn, megérkezett védelmet koordinálni, szinte minden pozíciós edzőt kirúgtak ugye a Patricia korszakból, Offert Anthony Lynn viszi majd, korábbi Chargers vezetőedző. Szóval Campbellről nem tudom, hogy ez ki tud -e derülni. Pusztán az, hogy ott most rend lesz, fegyelem lesz, most akkor az egy ilyen nagy eredmény, vagy mi az, ami az ő vezetőedzői kinevezését azt így legitimizálná az első évben. Nagyon nehéz erre válaszolni, mert az valószínűleg nem a győzelmek fogják. De most gondolod bele, hogy Kiderülne az, hogy egy Campbell egy ilyen nagyon nyitott szemléletű ember, aki minden egyes dolgot jól csinál, amit egy vezetőedző jól tud csinálni. Egyrészt ugye a time management működik neki, ő jól tudja bedobni a piros zászlót. Jól dönt a negyedik kísérleteken, tudja, mikor kell elrúgni, tudja, mikor kell rámenni, tehát ezek a objektíven mérhető dolgok, hogy ebben ő mondjuk nagyon jó, és elcsal egy-két százalék pontot a Detroitnak minden egyes mérkőzésen azzal, hogy ő képben van, hogy mi adja a legnagyobb esélyt a győzelemre. És teszem azt, ezzel jönnek a győzelmek majd. Hát nem olyan nagy számban, de mondjuk egy-két győzelmet ezzel így el tud lopni az ellenfelétől. Akkor az úgy jó lesz? Hát egyértelmű olyan szempontból, hogy Campbell tudja építeni a saját renoméját. Másrészt, hogy a csapatnak, annak mennyire lesz jó, hogy így jönnek a győzelmek. Ne, hogy Nyilvánvaló, hogy arra kalkulálnak Detroit, hogy ez az első év ez olyan lesz, amilyen lesz, nem baj, hogyha rossz, és akkor a 22-es szezonban lesz neki egy magas draftpickjük, azzal általában együtt jár magas, nagy tehetségű kótörbek, és akkor onnantól kezdve lesz érdemes figyelni leginkább erre a csapatra. Na most, hogyha kiderül, hogy Campbell a marha jó edző, és esetleg jönnek a győzelmek nagyobb számban is, mint arra az ember esetleg kalkulálna, esetleg olyan csapatok jönnek szembe, aki nagyon viharvertek, könnyű őket megverni, baj van ott a másik oldalon, ne adj Isten, Rodgers elmegy a csapattól, aztán még Green Bay-en is van esély. Tehát mondjuk így, hogy összeáll minden, aztán Kemperről kiderül, hogy ilyen nagyon okos, akkor lehet, hogy ott eltávolodnak a draft tetejétől, amíg nem tudom, hogy annyira örülnének neki egyébként de ez, az a legjobb kifutása a szezonnak. Már is itt tartunk, hogy kiderül ember, hogy ő a legjobb edző a világon, annak is azért van ilyen visszássága. Szerintem Detroitban annak örülnének, hogyha később, mondjuk másod, harmadik idényében derül nekik emberről, hogy ő a legjobb edző a világon, most még azért inkább csak tanulgasson bele, aztán nem baj, a néha hibázol. Vagy ugye meg megvan a 6 éves szerződése. Megvan Brett Holmesnak szintén a general managernek. Tehát ott van egy ilyen vízió, hogy egy bizonyos ponton majd a Detroit Lionsnak jónak kell lennie, és ez nem most van. Na most, hogyha Campbell nyilvánvaló, hát nem tudom mennyire nyilvánvaló, az alapján, amit eddig mondott, az van, minden meccset meg kell nyerni, tehát menni kell, harapni kell. Most meglátjuk majd, hogy ez mennyire ül ki a pályára, meg hogy egyáltalán azok a jó döntések, amiket ő meg tud hozni, meg százalékpontok egyáltalán számítanak-e, vagy már mínusz 30 már hiába jössz rá, hogy rá kell menni negyedikre. Szóval ez egy olyan részlege a Detroit Lions szezonjának, amit azért érdemes figyelni, hogy ő egyébként tehát ilyen semleges szituációkban hogy dönt, mennyire agresszív, mennyire modern az, amit csinál, vagy tényleg csak erősíteni fogja azt a sztereotípiát, amit itt sokan már elkönyveltek nála, hogy ő ez a tényleg kőbunkó, aki csak arra hajlandó, hogy kiabáljon. Nem tudjuk egész pontosan, én bennem azért van egy kis kérdőjel, hogy ez mekkora szerep az ő részéről, és hogy mennyire igaz. Mert azért a Dolphinsnak is volt megbízott vezetőedzője, ott azért nem kiabálták ki, érted? Jó, nyilván megbízott vezetőedző az semmit mert akar majdnem. Ezt is ismerjük, de azért vannak jelek, hogy nem feltétlenül egy kő baltával szaladgáló csávóról beszélünk, aztán hogy meglátjuk akció közelben. De hát ezzel a csapattal marha nehéz lesz nyerni. Tehát az az igazság. Tehát még hogyha mindenhez is ért, akkor is azért nehéz lesz ebből győzelmeket kicsiholni. De ugye a legvalószínűbb forgatókönyv azért nem véletlen az a sok power ranking, hogy az Detroit vagy utolsó, ez vagy utolsó előtti, a teljes ligában. Ez a legvalószínűbb. Ki tud ezzel ellen tenni? Dan Campbell? Tud tenni ellen Dan Campbell, nyilván, ha jó döntéseket hoz, de sokkal nagyobb hatása van egy másik fickónak erre, akinek fontos lenne, hogy ne legyen utolsó vagy utolsó előtti a Detroit Lions. Ez Jared Gaff. Erről lesz a pálya. Ide került hazudnak róla, hogy azért hoztuk ide, mert hiszünk benne, valójában mindenki tudja, hogy a fizetését csak ők akarták bevállalni a draft pickekért cserébe. Minket nem lehet már vakítani ilyen szempontból. Beszéltem erről is külön videóban, hogy nem csak a szabadügynök piac igazolásokról, draftokról, hanem a Stafford Gaff cseréről, hát külön volt még télen egy bejegyzés itt a YouTube-on. De a lényeg az, hogy Jared Gaffnak most itt fel kell nőni, mert ő nem szerepel ebbe a hat éves tervbe amit Brett Holmes kigondolt. Most azt mondja, hogy persze, szerepel, szerepel, de valójában még nem szerepel, hát ezt tudjuk, hogy kamu. És Jared Gaff nem tudom, hogy tudja-e magáról, hogy mennyire van meg neki az, hogy mi történik körülötte, és mennyire álomvilágban él, ezt nem fogjuk tudni kideríteni valószínűleg, de azért jobb, hogyha ő úgy áll hozzá, hogy most a karrierjéért játszik nem az NFL karrierjét, hanem a kezdő karrierjéért. Mert ő konkrétan egy rossz szezonra van attól, hogy Marcus Mariotává váljon. Akit azt gondolták, hogy jó, hát majd elcserélünk valahova, aztán majd versenyzik meg a padról, bajom meg majd cserélnek érte, aztán lófasz, azóta is a padon nézelődik. Jared Gaff egy szezonra van attól, hogy csere irányítóvá váljon. Na most amennyiben a Detroit Lions első vagy második helyen végez a drafton, harmadik, negyedik, Jared Gaffnak vége van. Tehát ezt ő is tudja minden bizonyjal. Nagyon-nagyon rossz irányító felazat annak kell lenni 2022-ben ahhoz, hogy ő mondjuk egy 1 per 4-es csapatnak az élén maradhasson. Mert mégiscsak ő van az élén. És hát ez az, ami a fő kihívása ennek a Detroit Lionsnak, nem az, hogy most Campbell megtanulja, hogyan kell headcoachkodni, hanem az, hogy Jared Gaff fel tud-e nőni. Ő, mint korábban playoffban résztvevő irányító, akit ezért párszor bevitt a csapata, mondjuk így, mondom én, a Mariotával ugyanez volt, igazi szuper nem ment el, de így mondogatták neki, hogy jó, csendben van, aranyos, csinálgatja, milyen aranyosan dobja, ügyeske, nagyon ügyeske, nagyon szépen csinálja, nincs probléma mechanikájával, még egy kicsit hozzáad a lábán is, de ügyes, és aztán egyszer csak megunták. Na most Gerard is megunták, és most itt bedobják, érted, a pöcegödőrbe, hogy na fiú, hát akkor innen, hogyha kijössz, akkor hát további is tudsz a felszínen maradni, máskülönben meg vége van. És ilyen szempontból rajta óriási nyomás van, mert itt most meg kell felelnie. Van-e ebben neki partnere? Van olyan szempontból, hogy akik ott körülötte vannak, szintén mindannyian meg akarják mutatni, hogy ez egy leírt csapat, gyengének kigondolt csapat, és hát emiatt azért hosszú távon sokan, szinte mindenki a karrierjéért megy. Ott van Anthony Lynn, offenzív koordinátorként. Most neki ugye ez az megbukott head coach gig után nyilván valahogy újra kell építenie magát. Ő nem fog direkt szarpléjeket behívni. Ő próbálja majd szerintem ezt a csapatot úgy összerakni, ezt az offenszt úgy összerakni, hogy ez egy gavból legyen valami. Tehát most ez a közreműködés, ez amennyiben elsülhet jól, vagy ha elsül jól, akkor nyilvánvalóan tud belőle profitálni Gaff is, de hát nehezen nézem ki, hogy olyan szinten alá legyen rakva minden a seggé alá, mint McVay alatt volt. De nyilvánvaló, hogy Lin ilyen szempontból neki cimborája, tehát ők együtt vannak ebben a csónakban. Dan Campbell is együtt van velük a csónakban, mert ők mind azért vannak ott, mind azt kommunikálják, hogy Detroit Lions megnyer minden rohadás meccset. Most még ezt mondják, érted? Aztán majd meglátjuk, hogy a pályán mi zajlik. Szóval Gaffnak Lin valószínűleg segíteni fog, mert próbálja úgy kialakítani az offence-t, hogy azért az ő erősségei kijöjjenek, legyen az bármi. Aztán a fene tudja, hogy ez így van-e, meg sok felesleges korai ideonos futójátékot behívnak-e. Mondjuk ilyen szempontból benne van az, hogy Lin eltaktikázza magát, de egy bizonyos ponton már mínusz 13-nál már nem fogják megint ad adni de André Szivisztnek, hogy oda fogják adni? Hát lehet, hogy oda aki még szintén segíthet Jared Gaffnak, hogy legyen valami, az az elkapó fiúk, akik meg innen-onnan jöttek, és kezdő csapatba találhatják magukat. Mert ugye lejárt a szerződése, és távozott mind a három korábbi Detroit Lions elkapó, akik amúgy egész jók voltak. Hát ugye Galladay, Emendola, Marvin Jones, mindannyian elmentek, kiürült teljesen ez a pozíciós sor, jöttek innen-onnan veteránok, kevés pénzért, jöttek újonc fiatalok, nem a magas pikken, tehát egy harmadik körben, meg udf falként, Szóval ők is mind olyan játékosok, akik itt a hosszú távú tervekben, Brett Holmesnak a nagy képén kérdőjellel szerepel. Tehát ők mind azért vannak ott, hogy fiúk, ez egy kísérleti év, még ha nem is mondják ki, mi tudjuk, aki ezen jól szerepel, az itt maradhat. Akármilyen szerződésed van mert nem ez az idény igazából a lényeg csapat szinten, ami a sikerességet illeti, egyéni szinten, aki most jól tud teljesíteni, annak lehet a jövő nagy erős Detroit lions -szában hely. Nyilván az elkapóknak ez könnyebb egy bizonyos ponton, mert heveny rotáció van, mint Jared Gaffnak beérni abba a szerepkörbe, de tény az, hogy ők is segítenek rajta. Mi segíthet még rajta? Hát támadófal az. Nyilván ők azért vannak ott, hogy megvédjék, és a támadófal egyébként meg egész jó megkockáztatom, hogy jobb, mint ami a Remsznél volt. Ugye az elmúlt kettő évben minimum. De lehet, hogy hármat mondok, mondjuk három éve, az még, az még úgy jó volt. De az elmúlt két évben rosszabb volt a Rems támadó mint ez a Detroit most. Tehát akkor onnantól kezdve ez megint csak segít rajta. Mérkőzés alakulásai, én azt gondolom, hogy szintén csak segíteni fognak a számokon, már ami Jared Gaffot illeti, mert hátrányba kérnek, dobálni kell a labdát, és akkor ebből kifuthat egy ilyen statisztikailag közepes idény, ami utána majd mutogathatja, hogy na itt van, ezt nézzétek, ezt nézzétek, és akkor még ezzel próbálhatja eladni magát, még akkor is, hogyha nem nyernek sokat, de ugye ezzel a szerződéssel eleve halott ötlet. Most egy szezon még kifutna belőle, akkor nyilván kicsit vonzóbb lenne, de még úgyse annyira, mert nagyon-nagyon sok pénzt keres remek Jared. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy lejtünk kellene fölfele menni. Szóval a lényeg az, hogy itt most nagyon sok ember itt egy csónakba megy, próbálja megcsinálni egy nem túlságosan stabil csónakkal, és akkor még lehet, hogy hogy van ott egy tégla, Brett Holmes személyében, aki meg hogyha azt látja, hogy egyes játékosok igen jól mennek, akkor lehet, hogy még így a csere határidő előtt azt kérdezi, hogy nem kell egyik-másik játékos, érted, a veteránok közül adott esetben, és akkor még, kiúzhat egy-egy ilyen figurát, nem tudom, Taylor, Decker, Nyilván a szerződését meg kell nézegetni, de ha esetleg úgy van, hogy figyeljetek, mert nem kell. Vagy a hosszú távú, erős, a jövő erős Detroit lions kérdéses, hogy ő most akkor jelen lesz, vagy nem lesz jelen. Kora alapján nyilván offenzi hát sokáig el tud játszani, de ez csak egy ilyen feltevés. Hogyha esetleg jönne érte a draft tőke, azt azért szívesen látják Detroitban, ezt már tudjuk, ezt már láttuk korábban. És nyilván itt van ez a Swift futó pozícióban, nincs kétségem a felől, hogy józan general manager, hogyha jönne ajánlat, akkor elengedné őt is, hiába másodéves. Én elengedném, az biztos. Mert most ha érted, jó játszik, eltelik pár év, aztán pénzt kell neki adni, az meg nem jó. De hát nem erre gondolom, hogy ott van Erik nem merik, hülye ja vagyok, Trey Flowers, szintén ő is már azért nem az első szerződését futja, ha esetleg úgy van, szezon közepén, el tudom képzelni, hogy negyedik körére elnyomják. Jó, mondjuk ő védő, szóval itt a Detroit Lionsnak ugye vannak feladatai, ez is egy feladat. Fel kell mérni azt, a, azokat a játékosokat, akik a jövő nagy csapatában itt lehetnek, de már a bizonyítottakat is fel kell mérni, hogy ők meddig maradhatnak itt, és mi adja nekik a jobb lehetőséget, mármint a Detroitnak a jobb lehetőséget arra, hogy kialakuljon a jó csapat, az, hogyha ők itt lesznek, majd még 30-on túl, vagy hogyha most kapnak érte pikket. Úgyhogy ezek mind olyan kérdőjelek, amiket azért figyelni kell folyamatosan, mert nem egyértelmű, hogy merre is tart ez a busz. Megválaszolva azért a feltevés, hogy ezért tipp is legyen nyilvánvalóan, én azt gondolom, hogy a papírforma érvényesül, Jared Gaff nem fogja tudni megújítani karrierjét, nem fogja tudni megváltani ezt a csapatot, és nem fogja őket elmozdítani a top draft cetli környékéről, és hát az egy per egy ellen fognak küzdeni leginkább, amit egy idő után már nehéz lesz eladni. Tehát pont most kezdenek az újjáépítés, mikor már 17 meccset kell végig szenvedni a Druckernek, nem 16-ot, hát kellemetlen. Szerintem nem fog megtörténni ez a nagy párfordulás, de hát most ezzel nem mondtam semmi újat, az lenne a szenzáció, azt mondanám, hogy majd most igen, megtalálták az emberüket. Nem találták meg, majd később ezzel kanyarodjunk rá, és nézzük meg a kezdőcsapatot, illetve hát azzal a kapcsolatban, hogy én mi kiket gondolok, esetleg oda kerülhetnek, nem könnyű itt kezdem. Szép színes társaságot sikerült összeszedni, vannak azért különböző messzinek. Kezdjük a támadókkal, ami a vonal alatt van, ugye Gaff irányító pozícióban az ugye adott. Amennyiben ő nagyon-nagyon förtelmes lenne, és mondjuk már 10 forduló után kiderülne, hogy hát semmi értelme őt játszatni, akkor Tim Boyle van mögötte, és az még egy érdekes dolog lehet, hogy amennyiben tényleg teljesen elszáll a Detroit szezonja, akkor mondják-e azt, hogy kísérletezgetnek és beküldik Tim boyle aki mondjuk Rogers mögött volt éveken át cserede soha nem lépett pályára jelentőség teljes snappekre, és hogy attól a projektől esetleg mit szeretnének. Mert most idehozták, hogy legyen ő a padon, mint csere irányító, tehát az a lényegében csak a saját dolgokat nehezítenék meg, hogyha beküldenék Gaff aztán még jó volna, nagyobb esélyt adna a győzelemre, akkor az így kicsit beleszúrna a tankolási tervbe. Szóval magam sem tudom, hogy mit szeretnék látni, hogyha egy Detroit szurkoló lennék, és így az irányító poszton eléggé lefelé mennének a dolgok, de lényeg az, hogy az elején nyilvánvalóan gaffal mennek neki. Futók közé is elhoztak egy Green Bay-it, ugye Jamal Williams, de itt ugye Swift van a kezdőcsapatban, sokat várnak tőle, hát meglátjuk majd, hogy ez mennyit számít, igazából running beszélünk. Szeretnék persze, hogyha megtalálta volna a Lions a következő nagy playmakerét, de hát a, a meccseket nem ő fogja eldönteni, reméljük, hogy azért végigbírja a szezon nem úgy, mint legutóbb tight Titan Post az laza, ugye a Hockenson teljesen egyértelműen kirobbanhatatlan, ott nem nagyon kell variálni ezen. Az elkapók azok az érdekesek. A kezdőcsapatba Periment, Saint Brown és Tyrell Williams-t írtam be, és hát leginkább én Perimentben látom azt, hogy esetleg a a nagy játékokat meghozhatja Gáfnak, amennyiben lesznek, mert ő azért már megszokta azt, hogy én össze-vissza tákolt offenzekbe megy, egyik évről a másikra rendszeresen új csapatot keres magának, ezek nem a legjobb csapatok, tehát általában az negatív mérlegűek, aztán mégis a magáit azt hozzáteszi, szóval, hogyha valakire mondanom kell, valakit tippelnem kellene, hogy az elkapók közül, hogy ki fogja a legjobb számokkal zárni az idényt, akkor Bresett Perimen lenne az én tippem, de hát Tyrell williams már csak régi emlékeink vannak, mert ugye tavaly a teljes idényt kiadta úgy, ahogy van, szóval ki tudja, hogy ő milyen formában van, milyen lesz az összhang gaffal, ilyen szempontból senkiről sem tudunk semmit, nyilván Saint Brownról sem, aki meg ugye a harmadik körben választott elkapójuk. Én nem voltam elájulva tőle, de tény az, hogy ő jobb játékos, mint a bátyja Equanimius. És hát hogyha belőle jönnének jó megoldások, látványos dolgok, az lenne a leginkább szívmelengető. Tehát hogy a csapat jövőjének az empontjából azt tenni a legjobbat, hogyha ő brillirozna, nem perimem vagy nem Williams, akik meg ilyen zsoldos katonák lényegébe. De azért mindent elmond az elkapó helyzetről, hogy bárkinek van esélye bekerülni. Tehát ott van ugye a tavalyról látott másodéves Quintessyfus, ott van Jeronimo Ellison, vagy Califrey Raymond, aki a tennessee volt egy ilyen mélységi elkapó, illetve hát én még Sage Szöretet sem zárnám ki, aki meg egy nem draftolt elkapó játékos a Wake de hát Nyilvánvalóan hosszú a szezon, mindenki fog lehetőséget kapni, és hát nem annyira erős ez a rotáció, be lehet kerülni az építkezés szempontjából azt tenni a legjobbat, hogy a fiatalok jól szerepelnének, úgyhogy ők biztos megkapják majd a snapjeiket. De hát klasszis teljesítményt, top 50-es elkapó teljesítményt így összességében nehéz elvárni. Aminek mindenképpen rendbe kell menni, az egy az fal, ugye? És hát sok helyen egészen biztos, hogy kik fognak szerepelni. Decker, mint leftekül, ugye kirobbanthatatlan, már évek óta sokszor használom ezt a szót. Úgyhogy a korai választás penéi jobb oldalon kezd. Aztán mondom, én látok rá esélyt, hogy esetleg nagyon beválna, akkor áruba bocsátják az idősebbet, aztán megnézik Szúvelt majd a vak oldalon is. Regnóval hosszabbítottak a centerposzton. John a. Jackson ugye a left guard, és a másik guard posztra én White t írtam be a rutin miatt, ugye hát ő már volt beugróként guard, de alapvetően tekül poszton szerepel, Logan Steinberg az én kedvencem, de ő tavaly semennyi szerepet nem kapott, az lenne a legjobb szerint. Az lenne az ideális, hogy ő beverekedni magát a kezdőcsapatba, futáshoz jól bakkol, úgyhogy ki tudja, hogy itt Kembeliknek ez mennyire számít, meg Anthony Linnek. Hosszú távon Steinbergnek a beépülése az egy nagyon fontos dolog lenne, de ki tudja, hogy jelen állapotában többet vagy kevesebbet tudna hozzátenni, mint Vájtáj. Amennyiben tologatni kell, akkor ugye Tyrell Cosby is beszállhat, aki szintén volt már kezdő a fal szélén, és hát őt kiszorítja nyilván nyilvánvalóan, de amennyiben sérülés van, akkor itt azért tud úgy váltogatni a Detroit, hogy azért nagy baj ne legyen. Védőfal közepére a két újoncot írtam be a második, meg a harmadik körös difenzív tekült Alim megnyílt és onwuzurike ami nyilvánvalóan fals, mert ugye Michael Brokers lesz névlegesen a kezdő, de Brokers-től már mit tudsz kapni, amit nem láttál? Tehát az, hogy egy ligából kifele menő difenzív tekül legyen ott egy nagyon-nagyon negatív mérlegű csapatban, annak sok értelme nincsen, amellett, hogy egy vezérszerep, persze, persze, de azt kell majd kideríteni, hogy megnyil és Onvuzuriké mire képes, hát első évesen nyilvánvaló azért nem könnyű nekik, de róluk kellene minél több információt felszedni, még hogyha tudom is, hogy, hogy Brokers lesz az egyik kezdő, hát ki tudja meddig. Ugye nose pozícióban van ő, arra megnyil az, aki csereszabatos, Onwuzurike inkább ilyen undertekül szerepkörben, Peszrásban erősebb, úgyhogy az a pozíció, ami inkább kezdő lehet, de én bízom benne, hogy McNeil kiszorítja majd Brokers, mindenki jobban járna. Rómeó a van a szélen, az Okvára testvérek közül nyilvánvalóan itt lesz bőven rotáció, Julian amennyiben megtanulja a szakmát, akkor majd tud segíteni benne azért sokkal nagyobb a potenciál, mint Rómeóban. flowers ismerjük, majd meglátjuk, mekkora kedvel és motivációval lép pályára ebben a csapatban. Hát biztos, hogy nagyobb, mint Jamie Collins, tehát itt a linebacker poszton azért baj van, az azért biztos, mert beszélt róla Dan Campbell is, hogy hiányzik a sebesség a védelemből, ez azért probléma. Hát nyilván minden évben van egy defense, amelyik a 32 a végsebességet illetően, de hát amennyiben ez a, a hátsó hetesben van ez a baj, hogy lassúak a fiúk, hát onnantól kezdve nehezen lesz jó a defense. Emellett azért Collins elveszítheti a motivációját is szerintem. itt most hozták a New Orleansból, de hát ő az, aki a veterán erő miatt van itt nyilván valamelyik, hogy átlássa a pályát. Itt a linebacker poszton nagyon-nagyon nehéz lesz Detroitnak. Arra leszek kíváncsi, hogy Derek Barnes, akit szintén most draftoltak, ő hol kap szerepet, mennyire akarják, hogy ő off-ball linebacker legyen, mennyire lesz pass jelen, és egyáltalán mennyit lesz a pályán. Úgyhogy ezen a poszton az ő kísérletezgetése az, ami leginkább érdekel engem. Az, hogy tavályékat mikor vágják ki, hát az csak idő kérdése, de biztos az, hogy, hogy óriási űr van a linebacker poszton, mindentől kezdve már nehéz lesz nyerni, és hát hátul sem tudom, hogy mennyivel jobb a helyzet, Will Harris-t muszájból írtam be Strong safety ben mert végignéztem a secondary hogy kik vannak, oké, okay, oké, okay, egy a kornereket fel tudom írni aránylag hamar, meg Tracy walker is, mint Free Safety, nek azért már volt jó idénye még hogyha nem is most, de hogy a másik safety ki legyen, hát az, az egy erős kérdés, lehet, hogy majd át kell valakit képezni. Tavaly, Will Harris játszogatott, nem igazán volt benne köszönet, úgyhogy ott eléggé sebezhető lesz. Még hogyha oké, okay, box safety, de hát akkor is, ha lecsúsznak ott a szerelések, akkor ezzel a Detroit ellen nagyon könnyű lesz haladni, utána meg már nehezen fordítod meg a meccseket. Okudának a szerepeltetése az ugye egyértelmű, tőle vissza kellene, vagy neki vissza kellene térni azért arra a szintre, amit a buckeyes mutatott, mert az első idénye az borzasztóan sikerült, mint szinte az összes első éves cornerbacknek. Úgyhogy várjuk az életjeleket, mert ez borzasztó volt, amit 2020-ban letett az asztalra, de ez az egész csapatról elmondható lényegében. Úgy igazolás a másik oldalra Dambár, aki ugye egy évre van attól, hogy Washingtonban egész jó szezonja volt, utána volt ugye a D&D B-kör eset, amikor majdnem lesittelték, megégett Seattle-ben, most újra próbálkozhat, meg kell adni neki az esélyt, és hát én be is írtam a kezdőcsapatba, a rutinja is megvan, úgyhogy egy Oruvarié kiszorul a kezdőcsapatba, vagy hát igazából sose volt kezdő, de ő a másik alternatíva. Ezzel a Mike Ford fiúval is hosszabbítottak, de szerintem ő se lesz a pályán, hanem a caroline elhozott slot corner, Corn Elder az, akit gondolnám, hogy az első héten kifut majd, mint harmadik számú cornerback. Neki valahol itt van a karrierje csúcsa, tehát hogy bármilyen alsóházi NFL csapatban kezdő tud lenni, akkor itt már ő kihozta a maximumot, ami a futballpálya futást illeti, úgyhogy ő ennek örülhet. A csapat szurkolói valójában nem gondolnám, hogy egy rá kellene figyeljenek, lesznek ott bajok más pozíciókban. Szóval ez itt a fő probléma, hogy a defense lyukas és alapvetően lassú összességében. Ha meg annyi pontot kapnak, amennyi ebben benne van, hát az nehéz lesz túldobnia a remek Jarednek. Ráadásul még a kicker poszton is visszaestek, mert a Prater helyett Bullock van, tehát ott még több hibára lehet számítani, meg kisebb hatótávolságra. Azt hiszem, hogy ennyi alapján mindannyian értjük, hogy miért a liga aljára számolgat a legtöbb ember a Detroit lions -szal. Ezt a csapatot sikerült összehozni nagy vonalakban, azt írják Las Vegasban, öt győzelem. Detroit esetében ezt kellene kitalálni, hogy meg lesz vagy nem lesz. Nézegettem a sorsolást, nagyon jó indulatúan próbáltam, hogy melyiket fogják majd megnyerni. Hát az az öt az az nehezen jön össze. Tehát azt kell mondanom, hogy még egyet is úgy mondott, hogy hát lehet, hogy lesz, lehet, hogy kettő. Az már jó, nagy vonalú vagy, öt győzelem, ez sehogy nem lesz meg, már bocsánatot kérek. Úgyhogy itt lehet a hosszú távú terveket szövegetni tovább, hamar el lehet kezdeni készülni 2022-re mert ez a csapat ez nem megy messzire ebben az idényben. Sajnos. Remélhetőleg azért a némi kompetitív meccseket azért lehoznak, aztán azzal mindenki örül. Kembel is meg tudja mutatni, hogy a küzdöttünk, jön a vereség, Holmes tudja számolgatni a draft helyet. Mi meg majd leginkább várunk, hogy akkor elintúljon, megtalálják a következő nagy megváltót, akiben bízni kell, ha már Stefford elment. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit gondoltam volna a Detroit Lions-ról. A leírásban megláthatjátok a pártoló tagoknak a linkjét, amennyiben szeretnétek jönni. Köszönöm szépen az érdeklődést, azzal a kapcsolatban is nagyon hálás vagyok. A sorozat folytatódik minden nap szinte, állatítéket az összesre. Szevasztok!